Nekem személy szerint leginkább az nem tetszik, hogy amikor legfelsőbb vezetőik azt a szót hallják, hogy kultúra, egyből a revolverükhöz kapnak. Gazdasági kényszerekre hivatkoznak, de voltaképpen azt az üzenetet közvetítik, hogy a kultúra csak ballaszt, nem fontos, nem termel hasznot. Persze a forma kedvéért a szakmai szervezetekkel eljátszhatják a javaslattevő színjátékot. Aztán, mintha mi sem történt volna, dönt a pártpolitika, vége a szakmaiságnak, jön helyette az államilag támogatott elmebaj. Pedig minden kreativitás, innováció, minden önismeret, önbizalom és a kritikai szemlélet táptalaja a kultúra, amit most legszívesebben leradíroznának. De miért? Kivéreztetik a folyóiratokat és a szellemi műhelyeket. A felsőoktatásban való részvételt a gazdagok kiváltságává teszik. De miért kell eludvarolni a szélső jobb szavazóit? Miért kell átnevezni a köztereket? Ki és mit nyer azzal, ha bezárnak az alkotó műhelyek? Tönkretesznek művészeti ágakat? Eladnak vagy államosítanak alkotóházakat? Politikusok vagy politikusoknak hízelgő dilettánsok döntenek szakmai kuratóriumok helyett. Én ezt egyszerűen nem értem. Az elfajzott, beteges, liberális hegemónia járványt nyögőek most megindították a visszafoglalást a Pestilic hullám, pénzcsinálás és liberális szórakoztató állam csomópontjai ellen. Ugye tudjátok, hogy most egy nyertes színházi pályázatból idéztem. Ne pártpolitikusok döntsenek kulturális intézmények sorsáról. Ne focisták határozzák meg, mi mehet egy színházban. És ne festőművészek döntsenek az utánpótlás neveléséről. Tartsuk tiszteletben egymás kompetenciáit. Nem mindenhez értő tárgyuskát választunk magunknak 4 évente.